A Kékszakáló Herceg vára egy felvonásos opera és a csodálatos mandarin kortárs tánc előadással várja nézőit a Kolozsvári Magyar Opera, illetve Jankó Zsolt karmester, aki a vendégem, Isten hozta. Köszöntelek. Lássuk, hogy, hogy mivel várják, akkor ugye elmondtam a Kékszakáló Herceg vára, közben már mondta is, hogy és a csodálatos mandarinnal miért jár ez így két, kéz a kézben ez a kettő? nem szükségszerű. Bartok három színpadi művet írt, a kék szakállót, a csodálatos mandarint és a fából faragott királyfit. Tőképpen két táncjáték és egy opera. Ebből mi kettőt játszunk, és úgy gondolom, hogy ez a 20. századi magyar zene talán legkielmekedőbb darabjai ez a kettő. És hát az apropó az az, hogy vasárnap ezt Bukarestben az ottani opera által rendezett fesztiválon fogjuk eljátszani. Hát stílszerűen mivel mehet a Kolozsvári Magyar a Bukaresben? Bartókkal, úgyhogy Nem ezért Bartókkal. játszunk Kékszakárút és Csodálatos Marlana ott. Illetve hát végülis egy felvonásos a kék úgyhogy talán, talán rövidke is lenne, hogyha csak az egyiket adnánk elő. Ugye? Így Fondom, van, a kék is... az egy bő óra, és a mandarin egy bő fél óra, tehát ez, ez így egy estét tökéletesen de gyakorlatilag nem csak a kolozsvári nézőket uh, hívjuk meg most a Magyar Operában, hanem a bukaresti, bukarestieket is. Tehát vasárnap lesz uh, a, a Bukarestben előadva. Lássuk, lesz uh, debütálás is benne. Igen, Veres Orsolya debütál Judit szerepében, uh, amit már nagyon vártunk, ugye ő az vezető mezőszopránunk, és, uh, és szerintem ő is várta ezt a szerepet, úgyhogy uh, minél többen jöjjenek, és uh, éljék át vele ezt a, ezt a darabot, ennek a darabnak a mélységeit. A, nézem a leírásában, azt írják, hogy fel, fel van újítva ez a darab, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen 2006-ban volt ö, ez bemutatva, a Selmeci György rendezte, de utána ö, mi egy másik rendezésben is játsztuk a kék szakállót, és most visszatértünk ehhez a, ehhez a rendezéshez. Ö, csak zárójelben jegyzem meg, hogy ez a ez a kék szakállú rendezés tulajdonképpen már a, a, Kolozsvári Román Operában is 2007-ben ott is játsztuk, tehát nagyon érdekes, hogy ez a darab, ez így most így valahova mindig elutazik. Lassan 20 éve, hogy nem játszották, miért játszák ilyen ritkán ja, játsztuk, tehát más rendezésben játsztuk a kék szakálót, és a mandarint is játszuk, tehát Két-három két, évente azért uh, uh, műsorra tűzzük. Uh, mindkét darab uh, tulajdonképpen eléggé komplex, és azt mondanám, hogy egy picit ilyen rétegközönségnek közönségnek szól, de ezzel most nem akarok senkit elriasztani, elriasztani, de lehet, hogy aki aki Puccini és Verdi uh, dallamokhoz van hozzászokva, annak egy ez egy picit fura, uh, de mindenkit bíztatok arra, hogy jöjjön el. Miért fura? Hát ugye ez 20. századi, most már nem kortár zene, mert ugye 100 évvel ezelőtt születtek ezek a művek, de, de valahogy az opera játszás, az a 20. század elejé zenét már nehezebben, nehezebben emészti, és mindkét mű mind nagyon komplex. 2020-ban, pont a Covid előtt játsztuk a kék szakállót, úgyhogy én akkor tartottam egy, egy bevezetőt a, a közönségnek, amiben úgymond elmeséltem zenei példákkal, hogy, hogy picit közelebb hozzam a közönséghez ezt a darabot, és nagy örömömre akkor teltházunk is volt, és mindenki azt mondta, hogy ah, igen, így most már értjük, hogy mi a, mi a miért ennyire érdekes, miért ennyire sokszínű a zene, a, a szöveg és ennek a, a, kombinációja, meg az egész történet is tulajdonképpen nagyon, nagyon érdekes. Egy nehéz darab amúgy? Uh, már igen, igen. Tehát nehéz, a zenekarnak is, énekeseknek is nehéz, karmesternek is. Uh, tehát nem egy könnyű darab, és, és talán karmesternek például azért nehéz szerintem, mert uh, valahogy bele kell helyezzem magam abban a, abba a, a környezetbe, abba a hangulatba. Ez uh, nem feltétlenül egy vidám darab, de elgondolkodtató. Uh, Egymásnak a megismerése, ugye itt Juditról és a Kék Szakálóról van szó, de ugyanúgy ez, ez érvényes lehet bármilyen más emberi kapcsolatra, főként férfi és nő kapcsolatára. Egyébként ez a férfi és nő kapcsolat, ez Bartok mindhárom színpadi művében jelen van, tehát a mandarin is töképpen erről szól, és a Fából Falogott Királyfi is, a nő és a férfi kapcsolata az egymásnak a megismerése, és ezeknek a bizonyos rétegei, ezek foglalkoztatták őt. A csodálatos mandarin az egy kortás darab, és beszél még kicsit a bukaresti kiszállásról. hogy említette már, hogy milyen, mi, milyen rendezvényel kapcsolatban, de térjünk ki még erre, hogy... A tavaly volt ez a kezdeményezés a, a, bukaresti nemzeti opera részéről, hogy egy opera fesztivált rendeznek, a tavaly volt először ott az operaházunk, és most ez a második uh, alkalom, hogy uh, a fővárosban játszunk. Ennek nagyon örvendünk, uh, uh, ugye gyakran járunk Budapestre, és ott, ott játszunk, uh, egyébként a társulat most ért haza két nappal ezelőtt is ott játsztak, viszont Bukarestben uh, a tavalyit megelőzően úgy, úgy, tudom, hogy uh, nem tudom, 50-60, akár több éve nem, nem volt vendégszereplése a, Kolozsvári Társulatnak eh, annak idején, eh, a 20. század elején gyakran eh, volt vendégszereplés Bukarestben, de aztán ez így eh, nagyon szünetelt, és ez most újra újraindult, és ennek nagyon örvendünk. És azt, mond, azt ajánljuk a kolozsvári közönségnek, hogy mielőtt a bukarestiek még megláthatnák, jöjjenek el a kolozsvári magyar operában, mert, mert hogy csütörtökön ugye ezt tekinthetik meg, van 13-a és 15-én mutatják be ugye a csütörtökön. Jankó Zsolt fog lenni a karmester. Köszönöm szépen, hogy befáradt, illetve hogy beszélhetünk erről a, erről a felújított darabról. Még egyszer elmondom, a, csoda, a csodálatos mandarin, és ez a kortás tánc előadással várják az Operába, illetve a kékszakáló Hercegvára. Egy órás és egy, egy fél órás, igazán nem is hosszú igazából. De Nos, annál hát, sűrűbb. Annál sűrűbb, és, és mint mondta, zeneileg is egy, egy különleges különleges darabokról van szó. Hát azt kívánom, hogy minél több, minél több Bukaresben is és korosvár minél több vendég legyen, illetve néző. Köszönöm szépen, hogy befáradt. Köszönjük szépen.